Az önkormányzatok és repülőterek mellett a magánszemélyek is sokat nyerhetnek a kárpáti kistérségi repülés címet kapott együttműködési programmal. A kisrepülőgépes közlekedési forma hazánkban még nem olyan fejlett, mint a partnerországokban. Azonban a több éven át tartó programban fel tudták mérni a konkrét hiányosságokat. 5 résztvevő partner volt, 2 ukrán, 1 szlovák, 1 román és mi, és fájdalommal állapítottuk meg, hogy a mi infrastruktúránk a legfejletlenebb tulajdonképpen. Értem ez alatt a repülőgépparkot, értem alatt a reptereket, és ezen a téren mindenképpen fejlődnünk kell. Mint mondták, a magyar sajátosságoknak megfelelő a helyzet, de utol kell érnünk a szomszédos országokat. Lásd Ukrajnát, amilyen tekintetben fejlettebb, hamarabb elkezdték ezt a fejlesztést. Itt azért mindig egy harc folyt most a szó klasszikus értelmében Debrecen és Nyíregyháza között. Láthatjuk, hogy Debrecen milyen fejlődést ért el a repülőtér tekintetében, de Magyarországon és Nyíregyházán is azért a reptérigazgatói végtelenül korrekt és a szakmáját ismerő ember, és a lehetőségekhez mérten mindent megtett azért, hogy fejlődjön. Azt hiszem, most új lendületet fog kapni ez a fejlődés. Ezért a vármegyei önkormányzat is támogatta a projektet. Sikerült a projekt eredményeképpen, úgy látom, azokat a szabályozási környezeteket feltárni, hogy az egyes országban hogyan szabályozzák ezt, milyen hatóságok vannak, hogyan lehet engedélyeztetni az átrepüléseket, illetve hogy milyen infrastruktúrális feltételekkel rendelkeznek ezek a kis repülőterek, mikor repülhetők, milyen napszakban, milyen évszakban. Ezek fontos tudások egy leírt dokumentumban, amelyek alapján fejleszteni lehet ezt a tevékenységet a határtérségben. Szabolcs-Szentmár-Bereg vármegyében jelenleg az első sorban képzési célú nyíregyházi repülőtéren kívül egy kis repülőtér található. A Palkányi Plangi Airport 2019-ben létesült, ekkor kapták meg a használatba vételi engedélyt. Nincs rendszeres napi nyitvatartás és légi információs szolgálat, az oda repüléshez előzetes egyeztetés szükséges. 3 alkalommal már határt is nyitottunk Balkányba. Ez egy nagyon nagy esemény számomra, illetve szerintem a balkány emberek számára is. Jó sikerült, nemzetközi szereplésnek adtunk ki lehetőséget. Mindenhonnan a Kárpátok régiónak a képviselői megjelentek Balkányban, azon kívül még külön Szlovákiából is, illetve Lengyelországból is jöttek oda külön repülőgépekkel. A jó gyakorlatot és a lehetőségeket látva egyre több önkormányzat nyit a fenntartható és innovatív személy- és áruszállítás felé. A tervek szerint a következő település, amely bekapcsolódhat a rendszerbe, Gávavencsellő lesz.